A férfiak, ha csak nem akarják később kedvesüket kiengesztelni, nem felejtkeznek el március 8-tól. A nőnap lassan évek alatt társadalmi ünnepé vált és programok sokasága szerveződött köré. A Babits Kulturális Központban a pandémiát megelőzően már kedveskedtek a hölgyeknek egy egésznapos eseménysorozattal, melyben olyan témákat vegyítettek, amire a köznyelv azt mondja, igazán csajos ügyek. A vírus visszaszorulása fölbátorította a ház vezetőit, és március 5-ére ismét egy várhatóan emlékezetes napra invitálja a lányokat, asszonyokat. Ebben kiváló partnerünk volt, és most jelenleg is a Mentál Higiénés Műhely, akikkel közösen együtt állítottunk össze egy mondhatni majdnem 24 órás programot a hölgyeknek, ahol úgy gondolom mindenki meg fogja találni a kedvére való programot. Nagyon sokféle eseménnyel és olyan érdekes dologgal készülünk, ami minden bizonnyal felkelti a hölgyek figyelmét. Ebben a teljesség igénye nélkül a kirakodó vására, csajos cuccok vására, számos előadássorozat, egészségügyi lelki tanácsadás, egésznapos moziműsorok, családi és hölgyeknek szóló kiváló vígjátékok, filmek, és mozgásművészeti stúdiókkal közösen olyan terapeuták és olyan mozgásművészek is érkeznek, akik kicsikét ugye a testedzést és az egészség megőrzést is tudják segíteni a hölgyeknek. És hát ezzel kapcsolódóan van egy nagyon fontos program eleme még ennek a napnak. Este a placon a Ladies Night címet viselő olyan nőnapi retro party, ahova táncolni vágyó fiatal, középkorú és idősebb hölgyeket egyaránt nagy szeretettel várjuk. A piactéren működő plac egyfajta mostoha gyereke volt Szekszárdváros közművelődésének. Igazán nem sikerült megtalálni azokat a kulturális elemeket, melyek otthonra leltek volna az épületben. A jövő azonban új lehetőségeket kínál arra, hogy ez a tér folyamatosan fogadjon látogatókat. Ettől az évtől kezdve szeretnénk ezt a helyet is élővé tenni, és bevonzani a Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza mellett egy harmadik olyan rendezvény helyszínné, ahol talán a fiatalok kaphatnak hangsúlyosabb szerepet. Természetesen az esti táncos rendezvények ezek mindenképpen népszerűek. Egy két héttel ezelőtti esemény is már nagy népszerűségnek örvendett, egy diszkóval nyitottuk ezt a rendezvény sorozatot, de próbálunk tematikus programokat oda szervezni, már ami a táncos zenés rendezvényeket is illeti. Márciusban és áprilisban is lesznek ilyen táncos zenés esték, de szeretnénk egyfajta rockklubot is beindítani, a többi más zenei műfaj szerelmeseit is egy kicsikét bevonzani ide, illetve lehetőséget adni neki élőzenék, élőzenés fellépések, helyi fellépőkkel zajló koncertek. A járvány ideje alatt a Babits Kulturális Központ online felületein zajlottak olyan koncertek, melyek feltörekvő zenekaroknak adtak helyet. Most, hogy szabad lesz a vásár, ezek a muzsikusok élőben is felléphetnek majd az ifjúsági tér színpadán. Ők az idei évi nagyobb programokra, városi eseményekre is vendégül fogjuk őket látni, és hát a plac meg egy kiváló terepe lesz ennek. Nem csak ezek a zenés esték fogják jelenteni majd a program kínálatot, hanem több olyan civil egyesület, társasjátékklub, különböző gamer klubok is jelentkeztek már, akik keresik a helyszínt ahhoz, hogy a saját közönségüknek is egy megfelelő városközponti helyen tudjanak tartani előadásokat, összejöveteleket. Azon is nagy erőkkel dolgozunk közösen a városi önkormányzattal, hogy hogyan tudnánk a helyi középiskolás és talán általános iskola felső tagozatát is ide sorolnám, az oda járó fiatalokat egy picikét a délutáni szabadidő hasznos eltöltésével is megkínálni, úgymond. Szeretnénk ott állandó jelleggel a kora délutántól kezdve szintén nekik biliárddal, csocsóval, játékokkal, büfével, természetesen a mai korosztálynak a wifi és az internet elérés egy létfontosságú dolog, egy olyan helyet kínálni, ahol akár iskola utáni holt időben, vagy éppen a vidéki bejáró diákoknak, amik várnak a buszra, vagy várnak a hazautazás lehetőségére, azt a néhány órát egy biztonságos és színvonalas környezetbe tudják elkölteni. A plac tehát arra készül, hogy felkapott és ismert bejáratott hely legyen. Berlinger Attila azt is elárulta, tervben vannak olyan zenés események is, ahova a már nem tinédzserkorúakat várják elsősorban, hiszen táncolni ők is szeretnek. A nőnapi kavalkád esti záróprogramja jó alkalom lesz arra, hogy a plac népszerűbbé válhasson minden korosztály számára.